Varga Mihály pénzügyminiszter napi aktuális című műsorunkban jelentette be, hogy olyan nyugdíj előtakarékossági kötvényt szeretnének majd kibocsátani, amelyet kedvezőbb hozamokkal tudnak a takarékoskodók nyugdíjas korukban visszaváltani és a járulékokat élvezni. Hamarosan erről beszélgetünk. Egy olyan nyugdíj előtakarékossági kötvényt szeretnénk majd kibocsátani, ahol ha valaki egy ilyen típusú kötvényt vásárol, egy picivel kedvezőbb és jobb hozamokkal tudja majd nyugdíjas korában ezt a kötvényt visszaváltani, vagy éppen a járadékait élvezni. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy a mostani NYESZ, előtakarékosság, önkéntes nyugdíjpénztár és más egyéb formák mellett van lehetőség, vagy lenne, kellene, hogy legyen lehetőség arra is, hogy egy államadósságkezelés részévé tegyük az ilyen típusú előtakarékosságot. Én azt hiszem, hogy nem mi találtuk most fel a spanyol viaszt, ilyen rendszerek máshol is működnek. Egy olyan vonzó formát kell kínálni a lakosságnak, ahol ha valaki azt mondja, hogy majd 65 éves koromban szeretnék egy ilyen plusz előtakarékosságot, akkor ezt meg tudja vásárolni, és 65 éves kora után ennek élvezni tudja a járadékait. És már itt van velünk Boros Imre közgazdászt, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Ahogy a pénzügyminisztertől is hallhattuk, egy meglévő rendszerbe illesztenék bele ezt az új elemet. Hogy fog ez kinézni? Hát van meglévő rendszer az, hogy milyen forrásokból finanszírozzák az államadósságot. Egyrészt ugye külföldiektől felvett pénzekbe, abban egyrészt devizában, másrészt forint is van, másrészt hála Isten 2010 után a magyar állampolgár is kap szerepet, egyre növekvőt, és ma már ugye a adós államadósság finanszírozásban egy olyan 20% körüli szerepünk volt a nulláról indulva, és akkor ezt szeretnék bővíteni azzal, ami egy reális dolog, ugye. Az embereknek vannak megtakarítása, és érdekes módon jelentős részét készpénzbe tartják, ládafiába, cihába, esetleg bankszáplákon everészik, nulla kamattal, esetleg a költsége a számlavezetésnek több, mint amennyit hoz a kamat, szóval ez nem egészen jó sem a polgárnak, az államnak meg végképp nem. Most ezekből a pénzekből, amik a nyugdíjra készül, tehát mindenki a nyugdíjra készül alapvetően, de egy idő után nyilvánvalóan félreteszeget, ezeket vonnák be az államadósság finanszírozás, gondolom lecserélgetnék azokat a még meglévő deviza elemeket, amikkel, hát ugye sok baj volt a múltban is, a történelmi mondunk is arról szól, úgy jártunk, mint gyakorlatilag döbrögi uraság, háromszor vertek végig rajtunk, mire rájöttünk, hogy devizából finanszírozni egy őrültség, ugye még a kommunizmusban, aztán utána Gyurcsány Ferivel, és még az embereket is rendesen megbotozták a devizával. Tehát ez lenne ennek a célzata. Hogy néz ki ez majd a gyakorlatban? Hát ugye sokfajta megoldás lehetséges, vélhetően ugye az lesz, hogy valami fajta értékpapírt vagy arról szóló igazolást kap a nyugdíjas, megfelelő ütembe táplálja ezt a felhalmozási számlát, hát amennyi pénze van, hát vagy ami éppen a megtakarítása, most készpénzbe hevernek, vagy a ládafiába itt-ott, az beteszi. Na most ezért azért dolgozni is kell. Mert ugye a nyugdíjas is olyan, hogy jó-jó, rendben van, én szeretnék egy kis hozamot, és ez nagyon jó az államnak is, meg nekem is, ugyanakkor azonban szeretnék a pénzemmel is, vagy annak egy részéről időnként hozzájutni. Na ezt kell megoldani. Hát például azt mondanám, vidéki helyeken, nem is mindenhol van ATM, hát nem lehet azokat mobil módon megoldani, hogy minden szerdán Tiszkó, nem a fagylaltos csönget, hanem a mobil jön, aztán néni bácsi akar egy kis pénzt fölvenni, akkor lehet, ezzel csökkentik a befektetését, és természetesen arra addig nem kap hozamot, illetve be is tehet. Ezért dolgozni is kell. Aztán én azt mondanám, hogy célszerű lenne ezeket a számlákat, ha számlára megy a pénz, mert hova fenébe mehetne, a kincstárnál vezetni, nem a bankoknál. És természetesen költség kimélő, mondjuk 0%-os költsége. Tehát nem csak kérni kell, hanem adni is kell. Hát én úgy gondolom, hogy ezen azért most már tanakodnak rendesen. Ezek főleg technikai kérdések, amik nagyon feszeget, fontosak. Nagyon fontosak, de a gondolkodásmódban legalább ennyire fontos lenne átállni picit, nem? Hát a gondolkodásmódban mindenképpen, de én úgy gondolom, azt senki se rúgja el magától, hogy a mai alacsony kamat környezetben azért egy kicsit többet kap az állam, és adhatna többet, mert ugye az a
pénz, amit megkeres a nyugdíjas ezen a számlán, először is halmozódik, nem azonnal költik el, de majd, ha elköltik, akkor is a magyar gazdaságot táplálja. Szembe azzal, ha külföldi finanszíroz, a pénz azonnal kimegy, aztán nézegethetünk utána, a fizetési mérleget rontja. Az önkéntes nyugdíjpénztárak fognak tudni ezzel így versenyezni, hogyha ez szépen beáll és működik? Hát az ő bajuk, hát nyilvánvalóan ez egy verseny. Persze, egy verseny, nem biztos, hogy kiváltja teljesen, de mindenképpen egy versenyhelyzetet ad, és kérem, ma 7000 milliárd forint van készpénzben kint az embereknél. Ez a GDP 15%-a, Németországban ez kb. 7%-on áll. Nem vagyunk még hozzászokva, tehát itt még generációváltásnak kell történjen, hogy bíznak egyáltalán az emberek. A magyar történelem utolsó 500 éve arról szól, elég gyakran kellett menekülnünk, pucolnunk, török elő, tatár egy kicsit előbb volt, német elő, innéton, adószedő elő, stb. Azt úgy lehet, emberek szerették a kezükbe, nem is nagyon tudtak mást vinni, mint pénzt, mármint ha volt nekik. Akkor azzal valamit lehetett kezdeni. Tehát megszokták a készpénzt, megszokták ezt, hogy ez az érzés átalakul, egyrészt meg kell hagyni ezt az érzést, mindig van készpénz, egy olyan szerdán csönget, úgy, mint a fagylaltos, tudja, és a gyerekek oda jönnek. És annyit veszek ki, amennyi éppen szükség. Úgy, ahogy tetszik. Hozzuk fel azt is, például, hogy erre számtalan európai országban van már példa, hogy ez egy működő történet, ez a rendszer, amit itt szeretnének bevezetni. Természetesen, de nem járt a török, orosz, meg mindenféle ilyen hódító, hanem esetleg egymást agyalgatták a németek meg a franciák, ahhoz hozzászoktak, most leszoktak róla. Hát nálunk azért egy kicsit másként mennek a dolgok. Erre kell reagálni, reflektálni. Mennyi idő alatt lehet ezt bevezetni, mit gondol? Hát nyilvánvalóan el kell kezdeni a dolgot, kell hozzá egyfajta technikai felkészültség, némi pénz is természetesen, mert ezt a kiszolgáló rendszert, mondjuk a számlavezetést, a mozgó ATM-eket, ezt meg kell, a reklámot kell neki csinálni, mint minden piaci termék, hát a pénzügyi, a piacra bevezetek egy terméket, annak van egy felfuttatási ideje. De én ebben elég komoly lehetőséget látok, mert például az idősek szeretnek aztán ezekből a hozamokból aztán végül majd valahogy az unokáknak, és meg ide-oda, amoda. Ugye, ami nagyon fontos, hogy nem magán, és hogyha csődbe megy, akkor sincs belőle probléma. Hát igazándiból nem megy itt sem. Hát magánpénztárnál, hogy itt bízunk, sokan buknak. A magyar pénzt. Állam nekünk fizet, amelyik tulajdonképpen a legnehezebb időkben is a kommunizmus minden percében még fizetett, akkor nem tudom, kibe bízzunk. Bízzunk a Morgán garantiba, vagy nem tudom én miben. De jobb, ha a magyar államban bízunk, ő meg bennünk. Ez lesz a tökéletes végszó. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.